Van egy rajz, ugyanis az óvodában megkérdezték, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz, és én egy nagyon hosszú hajú lányt rajzoltam, aki áll színpadon, és egy mikrofon van előtte, tehát énekesnő szeretnék lenni. Tehát azt hiszem fontos az embernek az, hogy kitartson az álmai mellett, még hogyha nyilván reális kereteken belül, de látunk most is olyan embereket, akik akár 30 évesen döntik el, hogy színészek akarnak lenni, és látjuk, hogy a helyükön vannak. Vagy ismerek olyan embert, aki 40 évesen döntött el igazán, hogy orvos szeretne lenni, és én ezekre az emberekre felnézek. Csodálom őket, és tisztelettel vagyok irántuk. Azt viszont már az egyetemen éreztem, hogy már akkor is elkezdtem rajzolgatni, éreztem azt, hogy nem tudnék igazán egy dolgot csinálni az életben, hanem számomra szükségem van arra, hogy több téren is meg tudjam mutatni magam, és valahogy ezek így kéz a kézben járnak egymással, és az a furcsa, hogy eszül bennem egy ilyen belső harcot, hogy miért nem egy dolgot csinálok, és azt rendesen. Mert nagyon szeretem azt, amikor valami tökéletes. És hogyha azt dönteném el, hogy csak színházzal foglalkozom, akkor azt hiszem, hogy sokkal többet kellene tennem. Hogy tanuljak, hogy fejlődjek, hogy elessek, hogy felkeljek, hogy ne álljak, ne stagnáljak, hanem tegyek magamért is. És úgy érzem, hogy nem teszek eleget magamért. És hogyha a rajzolást választanám, vagy a tanítást, akkor azokban is fejlesszem magam, kitaláljam, koncepciók legyenek. Azt viszont észrevettem magamon, hogy mindig az irányába haladok ezekkel a területekkel, hogy adni tudjak. Hogy fontos számomra az, hogy hasznos legyek. És azt hiszem, a hasznosság meg az, hogy kíváncsi vagyok a dolgokra. Most is jelentkeztem például egy képzésre, ahol a zenei érzékenységemet is, hogyha van ilyen, és a terapeutát fogom ötvözni, ugyanis jelentkeztem egy hangtál terápia képzésre, egy hangmasszőr képzésre, ahol a hangtálakkal fogunk foglalkozni. Ez nyilván az első szeminárium, hogy az útnak egy nagyon, nagyon kicsi része, de érzem ezt, hogy szeretnék hasznos lenni, hogy néha érzem azt, hogy olyat kellene csináljak, olyan dologok kellene foglalkozzam, ami az emberek alapvető életében elengedhetetlen. Nem tudom, néha szeretnék csak kenyeret sütni, vagy ételt adni az embereknek, hogy valamilyen... Persze nagyon fontos a kultúra, a képzőművészet, az irodalom. Tisztában vagyok nyilván ezzel, de hogy úgy néha szeretnék hasznos lenni. És hogyha az a kérdés, hogy mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek, én úgy érzem, hogy még nem találtam meg teljes mértékben az utamat, de nem baj, ha nem fogom megtalálni, tehát nem esem ettől kétségbe, de még nem nőttem fel.